reggelt kívánok mindenkinek. Talán március 20, vagy április 22-e van, talán. Szombat reggel. Itt vagyok én a síptelepen, ahol hordták a sok tízezer köbméter földet. Sosem voltam még itt, de most itt kell ma dolgoznom. Látszik egyébként, hogy milyen messze van a telephely. Ott nagyon messze, nem tudom, hogy mennyire látszik. Talán itt látszik valamennyire, közelebb hozva. Ott nagyon-nagyon messze jön a gép, a nagy gép, mert ott van két dömper, az ott a telephely. Nem is nagyon látszik. Na mindegy. Az a hosszú út ott, ami a erdősáv mellett jön, ugye azt csináltam sokáig, aztán itt az a föld, ami, ahol állok, ez a sárga föld, ez a sok tízezer köbmét, amit kihordtak, ott az a nagy domb hátul, az fekete föld, egy gyönyörű szép fekete föld depó, és aztán itt ezt a sárga földet, ezt már elkezdték leteríteni a dózer fekete földdel, aztán hát majd meglátjuk, hogy itt ez a terület, hogy itt mit kell csinálni, fogalmam sincs, vagy fekete földet rakni, vagy valami, nem tudom. Fogalmam sincs. Na mindegy. Ez így néz ki ez a terep. Ez így néz ki. Jön már ki a 50 tonnás is, Caterpillar. Kérem szépen, kiderült, hogy mit kell itten csinálni. Ennek a fekete föld kupasznak, ahol én állok, a rézsűjét kell hát lelaporatni, lerendezni, hát megcsinálni. Itt talán jobban látszik így. Itt van egy ilyen kanyar, sarokkanyar. Itt van egy ilyen sarok. Aztán ember másfél, itt van egy ágy, nem akarom letörni. Belúr egy fa, elfordulok másfelé, hogy milyen, ami eredetileg. Tehát így néz ki. És
ez így néz ki eredetileg. Tehát így néz ki eredetileg, és akkor így kell megcsinálni. Ilyenre. Itt tartok körülbelül. Úgyhogy... Na, hol vagyok? Be tudjam tenni a tartóba, és elővegyem a reggelimet. Ami elég különleges reggeli most. Hát előétel is van. Előétel, kérem szépen. Hát... Serrano, egy nagyon híres Serrano sonka. Hát néhány gram csak az egész, 70 gram. Nézzük meg, hogy milyen. Ez a nagyon túlhypolt. Hát a Jamón Serrano, spanyol sonka milyen, nézzük meg. Lán, hogyha fel is tudnám bontani, de elvileg azt itt fel lehet. Oly, de szép is. Ki van találva, kérem szépen, a felbontó. Mi van? Hogy van ez? Mégsés kitalálva. Mi a franc? Hogy a faszomba fogok én ehhez hozzáférni? Kedvét csokrom. Néhány ilyen baromi hajszál vékonyra szeletelt sonka. Tehát előételnek. Nézzük meg, hogy milyen. Száraz és rendkívül sós. Izen sosó van benne. Sokkal sósabb, mint a mi megszokott sonkánk. Na, még lapot is közé is van rakva, ne bazd meg. Na, mert ilyen üzé is van benne. Ajjaj, nagyon, nagyon izé. Nagy a felhajtás. Aztán kurva. Nem mondom, hogy nem jó, mert jó, de hát... Na... Nincs is több. Rajta, hogy mi a faszom? Na... Olyan vékony... Nem jobban semmelyik magyar jól megcsinált, mondjuk kellő idei sóban lévő sonkánál. Ez csak egy ilyen túlhypolt valami, hogy kurva drágán el tudják adni. Az ennyi. De jó a marketingje. Jó a marketing, mert el tudják adni. Jó áron. Ha. Jó, egy jó sonka, arról van szó, hogy egy jó sonka igazából. Tehát... Nem ez azt mondja, hogy nem jó.
De... elég hozzáférni ehhez a sonkához. Na. Hát előételek. Megfelel, de amúgy lófasz. Amúgy lófasz. Jó, hát ilyet is ettem, többször nem kell venni. Ezen is túl vagyok. Ezt is megkóstoltuk. Ezt is megkóstoltuk. Hát... nagyon nem ájultam el tőle. Ellenben, amit most hoztam, most hoztam, az nem gyenge. Kérem szépen, szalonnába csavart, töltött, kötözött pulykamell. Megsütve. Burgonyapürével, ami le van öntve édes savanyú chili szósszal. Hát? Jól hangzik? Jól hangzik? Úgy mindjárt, mi? Kérem szépen! Serrano lófasz! Ez kérem szépen! Itt kezdődik! Imádom ezt a chili szószt, meg szoktam volna locsolni kumplit, tésztát is, meg rizst is. Minden köretre rá szoktam locsolni az édes savanyú szószt. Istenkeresek! Amiről beszélni akartam most, az a egy kérdés érkezett hozzám, hogy mit szólok az igazságtalan nyugdíj emelésről. Mert hogy akár 570 ezer forint a nyugdíja, az is annyit vagy egy kicsivel többet kap, mint az, akinek 57 ezer forint a nyugdíja. Én megmondom úgy, ahogy van. Kicsit sem tartom ezt igazságtalannak. Én nagyon ellene vagyok ennek a üssük a gazdagokat, mert pusztán azért, mert gazdag című történetnek. Én nagyon ellene vagyok. Egy csóró ember vagyok, baromi messze vagy attól, hogy gazdag legyek, sosem leszek az. Nyilván 570 ezer forint sem lesz a nyugdíjam, sosem. De az, hogy valakinek 570 ezer forint a nyugdíja, az valamit tett érte. Olyan pozícióban volt egy vállalatnál, olyan fizetést kapott, amiután ennyi járulékot fizetett, esetleg vállalkozó volt és befizetett járulékot, teljesen mindegy, lényeg a lényeg, hogy befizetés van mögötte. Nagy befizetés. Most ne kezdjünk el azon vitatkozni, hogy hát egy mészáros lölőféle vállalkozó milyen hátszéllel lehet gazdag, és hogy őnek én mennyi lesz a nyugdíja, ne innét induljunk ki.
nem lehet személyre szabott, már sokszor mondtam, nem lehet személyre szabott törvényet hozni, nem lehet különhozni törvényt egy Mészáros Lőlőre, meg különhozni egy törvényt mondjuk egy Rubik Ernőre, aki a tehetsége, szorgalma, okossága jogán lett gazdag, míg a másik némi hátszélen. Oké. Ez olyan dolog, hogy ha van 10 ember, akik közül 9 bűnös, de van egy ártatlan, és nem tudjuk melyik az ártatlan, akkor mind a 10-et el kell engedni. Ez a jogrend, és ez a törvény, és ez a etikailag, morálisan, ez a helyes. Ez a helyes út. Tehát abból induljuk ki mindig, hogy aki magas nyugdíjat kap, az sokat fizetett be, az megdolgozott azért, hogy magas nyugdíjat kapjon. Mindig ebből kell indulni. Én mindig abban jön ki, hogy a vagyonos ember az miért vagyonos? Mert kockáztatni, mert vállalkozni, tanult esetleg, olyan beosztása volt neki, hogy sokat tudott befizetni fizetés alapján, és azért maros a nyugdíja. És nem abból indul ki, hogy tolvaj az ember volt, és összelopta, csalta a vagyonát, és abból fizette be. Nem ördögtől való dolog gazdagnak lenni. Én tudom, hogy a magyar álláspont az egészen más. Én nem vagyok híve vagyonadónak, mert a vagyon az elvileg adózott jövedelemből van. Nem abból van, akkor meg el kell venni. De amíg az benne bizonyosodik, hogy az nem adózott jövedelemből van, hogy miért is jelen meg, hogy pusztán azért kell megadóztatni, mert van, mert vagyon. Miért is? Ha valakinek van egy találmánya, amiből meggazdagodik, befizet utána minden járulékot, minden adót, és hogy ezután is gazdag marad, akkor azt a vagyon miért is kéne megadóztatni pluszban? Miért baj az, hogy valakinek 570 ezer forintos nyugdíja van, és kap rá 90 akárhány ezer forint emelést, és akár 57 ezer forint nyugdíja van, az is kap ugyanannyit. Nyilván, aki 5%-ot kap, nyilván a százalék számítás alapján az 5% az nem ugyanannyi az 57 ezer forint nyugdíjnál, mert az 507 ezer forint nyugdíjnál. De most, ha ugyanannyi a végösszeg, akkor a kis nyugdíjas sokkal többet kapott, mint a nagy nyugdíjas. Tehát itt már eleve valami sántít. Itt már eleve hátrányban van a gazdag ember. Mert hogy van az? Ugye az egyik személyet az, aki a kérdést feltette nekem, hogy mi a véleményem az igazságtalan nyugdíjasról, ő abból indult ki, hogy túl sok az, amit kap a 570 ezer forintos nyugdíjas. Én már azt mondom, hogy túl kevés, amit kap, ahhoz képest, amit kapott az 57 ezer forintos nyugdíjas. Tehát ha az 57 ezer forintra jár, mondjuk 9700, mennyi? Mi volt itt a szó? Most nem emlékszem, már 9700-ról induljunk ki. Mindegy, így összeg, ha jár rá,
és ugyanannyi, az az összeg ugyanannyi a 570 ezer forintos nyugdíjasnál, akkor az 570 ezer forintotra kapó ugyanannyi összeget, az kevés. Az kevés. Ilyen egyszer. Ez pontosan ellenkező megközelítés, de a kérdés feltevődött. Mert hogyha most induljunk itt 9700 forintból. Mindenki miről beszélünk. Az 57.000 forintnak mondjuk van, mondjuk 20%-át felemelik, és az X összeg, akkor kap mondjuk 20%-ra az 57.000 forintnak, azt mondja 11.400. Kap 11.400-at. És ha ugyanennyit kap mondjuk, vagy egy kicsivel többet kap az, akinek 570.000 forint a nyugdíja, az baromira át lett baszva. Nem? Hiszen ő neki 114.000 forint járna. Az igazságtalanság nem ott van, hogy a kis nyugdíjas, hogy a nagy nyugdíjas miért kapott olyan, kapott 10.000-et még pluszba, hanem miért csak annyit kapott. Egyet ne felejtsünk el. A kiemelkedően kis nyugdíjatnak, hangsúlyoznám, a kiemelkedően kis nyugdíjatnak van egy háttere. Az pedig az, hogy az utóbbi 30 évben hihetetlen sok ember kapta zsebbe fizetését. Úgyhogy minimálbérre volt bejelentve, és azt mondta, hogy meg se érem én a nyugdíjat, addigra megdöglök. Aztán nem. Aztán most sír. Ja? Igen. Ennyit fizettél be. Egyébként meg kevesek. Minimum annyit kéne, annak én a igazságosnak azt tartanám, ha a minimál nyugdíj megegyezne a minimál bérrel. Én kb. Ezt tartanám reálisnak. Az, aki ledolgozik 40 évet, és valóban ledolgozik 40 évet, az igenis érdemeljen meg egy tisztes nyugdíjat, eleve elér valahol a 65 éves korát eléri, nem tudja, hogy még 2 évet fog élni, vagy 20 évet, vagy 30-at, vagy 40-et. Nem tudja. Igenis, megérleti egy ledolgozott élet után mindenkit egy tisztességes nyugdíj, amiből élete hátralevő részét, amit már pihenéssel tud tölteni, meg tudjon élni. És meg tudjon engedni magának, uram bocsá, luxus dolgokat is. Egy wellness szállót havonta egyszer, egy hétvégére, stb. De semmi ördögtől való nincsen. Semmi ördögtől való nincsen. Most van egy olyan törvényjavaslat, állítólag a matolcsék akarják beadni, hogy azok, akiknek több gyereket neveltek fel és gyesen voltak, azoknak arányaiban kevesebb nyugdíjat kapnak, 10-20%-kal kevesebb nyugdíjat kapnak, mint akinek egy vagy nem volt gyereke.
nyilván a gyes jövedelem okán, és ez hátrány nekik. Ez való igaz. Az én nővérem 3 gyereket nevelt fel, nem volt ő 9 éve egy gyesen, mert 3 éve, hanem mert volt átfedés is ott, tehát a 6 évet volt gyesen összesen. 14 éves kora óta végig dolgozta az egész életét, amíg nyugdíjba ment. 14 éves kora óta mindig olyan helyen dolgozott, ahol tisztességesen be volt jelentve, nem volt zsebbe való jövedelem, és kap 100.000 forint nyugdíjat. Ez megalázó és tisztességtelen. Nyilván az ilyen embereknek a nyugdíját fel kellene emelni, de nem úgy, hogy elveszem a gazdagoktól, vagy a nagy nyugdíjakat nem emelem velük arányosan, vagy stb. Szóval ez nem úgy. A gazdag embert a igazságosnak tartjuk diszkriminálni. Fú, hát önki van pénze. Nyilván tett érte valamit. És mondom, itt most ne a rossz indulatú feltételezés, hogy minden gazdag ember csaló és rabló. Ha egy van közöttük, amelyik nem, akkor már az egészre azt a szabályt kell vonatkoztatni, mint arra becsetesre. Volt. Van még ebből a fújtából, ott van egy csomó. Fú, ez nagyon finom. Ez a szalonnába gyöngyölt fújta mell. Megtöltve. Ha. Ez parádés. Na. Szóval azt mondom én egyébként, hogy teljesen igazságtalan, amit a kérdező írt, csak én teljesen másik oldalt tartom igazságtalannak. A gazdag, a 570.000 forintot kapó nyugdíjas, na kevés az az emelés, amennyi, hogyha ugyanannyit emelnek annak is, akinek 57.000 forint a nyugdíja, mert nem arányos az emelés. Mindig megvan ez a gazdag emberek iránti ellenszemp, ez a feltételezés, hogy... Mondok egy nagyon egyszerű példát. Itt élek kint 12 év Angliában. Lehet az angolra mondani sok mindent. Ilyen, olyan, amolyan az angol, mindent lehet mondani. És nagyon érdekes, hogy egyetlen egy olyan angollal még nem találkoztam, amelyik irigy lett volna a gazdagságra. Soha nem találkoztam még olyan angollal, aki fikázott volna egy gazdag embert pusztán azért, mert gazdag. Soha. Amikor dolgoztunk ott egy ilyen magánháznál néhány éve, 4 millió font volt a költségvetés a háznak, 5 méter mély gödröcetten bowlingpálya az alján, iszonyatos nagyház, és egy gazdag emberé voltak, ez a felesége is Porsche a Macannal járt, és abból gazdagodott meg, hogy az Amazonnak csomagoló gépeket, ami az Amazonnak becsomagolja, az Amazon csomagkülnek becsomagolja a termékeket, ilyen csomagoló gépeket szállított az Amazon, ebből gazdagodott meg. Ebből kereslet. Oké. Okay. Ismertől a csókát, jött oda többször nézni a háziépítést, stb. Soha egyszer el nem hangzott, hogy ez ilyen hátszéllel, olyan hátszéllel, hogy mert egy büdös gazdag ember, mert egy ilyen szemét gazdag, mert annyi a pénze, hogy a bőr alatt. Soha.
mindenki előtt ott áll a lehetőség, mindenki előtt ott áll a példa, mindenki meggazdolódhat egyébként. Nyilván van olyan is, akinek ehhez hátszél kell, akinek, vagy aki lopni, csalni, akármit csinál, nyilván ilyen is van. De a gazdaság az Magyarországon bűn. Ez bűn, bűn a gazdaság Magyarországon. A gazdag ember az bűnös ember. Ez a kiinduló pont. Hát, ilyen országban élünk. Istenem. Mit lehet erre mondani? Lehet üldözni a korrupciót, lehet üldözni a csaló embereket, stb. De hátrányosan megkülönböztetni, összemosni őket a becsületesen megazdagodott, a saját tehetségükön megazdagodott gazdag emberekkel, ez nagyon nagy hiba. Ez nagyon nagy hiba. Erről ennyit. Na kérem szépen. Szóval ilyennek kell lenni ennek valahogy.